Sziasztok! Bizonyára mindannyiótokban felmerült az az igény, vagy hát felfog egyszer biztosan, hogy mikrotik eszközöket hogy lehetne tömegesen azonos konfigurációra, valamiféle alapkonfigurációra előkonfigurálni. Ugye ne azzal az alapvető gyári konfigurációval, a gyártó által betöltött ilyen home gateway, home router viselkedéssel kelljen bajlódni, Látjátok, hoztam is hozzá egy kísérleti alanyt. Ez egy HPX négyzet, ugye viszonylag korszerű hardverről van szó, ARM 64-es architektúra, már AX-es rádióval van szerelve, hát illetve mondhatni, ez a Broadcomnak az egyik legkorszerűbb Pro 400-as csipjére épült széria. itt ebben a részben már beszéltünk az AX négyzetről, de nem is ez az érdekes most, Szeretnénk egy saját előkonfigurációt bejuttatni ezekre az eszközökre, nem akarunk a gyárival bajlódni, ennek az eszköze pedig a FlashFig. A FlashFiggel találkozhattatok már a NetInstall nevezetű szoftver felületén, hiszen korábbi verziókban ott egy nagyobb gombot kapott ez a lehetőség. A flashfig feladata pontosan ez, hogy a gyártól eltérő saját kezdeti konfigurációt jutathassunk be az eszközökre. És ez ténylegesen azt jelenti, hogy ha majd a System Reset Configuration, vagy netán a Reset gomb megnyomásával történő alapkonfigurációra való visszaállást, hogyha megteszitek, akkor erre az általatok bejutott, bejuttatott flashfig konfigurációra fog majd a router visszaállni. Nézzük, hogy mi kell hozzá. Először is nézzük a MikroTik hivatalos dokumentációját, hogy mit mond erről, és hát ugye persze megint a megszorítások, megszokhattátok, hogy szeretünk ezekbe kapaszkodni, hiszen általában ö, kis bosszúságot is okozhatnak nekünk. Itt most pont arról szól a, a felkiáltás és a, a dokumentáció egy ilyen bekeretezett része, hogy vigyázat 7.16-tól meg fog változni a Flashbootnak a működési módja, és ö, alapvetően persze egyfajta könnyítés vagy egyszerűsítés érkezik, hiszen mostantól a 7.16-tól fölfelé, ugye ehhez a bootloadert is meg kell frissíteni 7.16-ra, nem elegendő csak a router hiszen maga ez a folyamat, amit mi csinálunk, egy Etherboot folyamat valójában, ugye, hogy a routerünk egy külső szoftverből betöltött mini operációs rendszerrel bootol be, ez a bootloaderből van támogatva hát 7.16-os bootloader is kell hozzá, és azt a funkciót kapjuk majd 7.16-tól fölfelé, hogyha reset gombbal, vagy a system reset configuration-nel lereseteljük a routerünket, akkor szintén hajlandó lesz majd arra a resetelést követően, hogy újra ilyen FlashFig konfigurációt elfogadjon majd a FlashFig szoftverünktől. Mert hogy ez a korábbi verzióban nem így volt, tehát ha már egyszer flashfigeztük a routerünket, ez most ugye egy, egy gyárból kijött friss példány, nem nyúltunk még hozzá, vettük le a polcról, ha így tetszik. Úgy vannak konfigurálva ezek a routerek alapvetően, teljesen mindegy, hogy milyen routerolás fut rajtuk, hogy alapvetően a flash az első alkalommal engedélyezem a rajtuk, de miután egyszer a flashfiggel figgel bejutattunk már ilyen konfigurációt, utána már csak manuálisan tudjuk újra ilyen állapotba hozni. Ezt majd a System Router Board menüpont alatt tudjuk megtenni, majd meg is mutatom, hogy milyen opciónak a kiválasztását javaslom erre. De ugye 7.16-tól megváltozik a játékszabály. A másik limitáció az, hogy a Flashfig az majd ugye ö, általunk előre megírt RSC kiterjesztésű, tehát RouterOS Script konfigurációt fog alkalmazni, és ö, hát igen, ebben majd vigyázni kell, hogy lehetőség szerint ne kerüljenek bele ilyen kis zsivány Windows-os sortörés jelek, ugye ez a carriage return line feed ö, együttes alkalmazásával néz ki valójában. Szóval egyszerű, Egyszerű sortöréseket illik ebbe a konfigurációba tenni, ebből esetleg lehet baj, de majd megnézzük, hogy hogy tudjuk ezt egy szerkesztővel könnyen elkerülni. És még egy apró kitétel, amire érdemes odafigyelni, hogy ha egyszer flashfiggel megkonfiguráltunk egy ilyen routert, akkor ha utána az operátor felhasználó a System Reset configuration vagy a Reset gomb benyomásával megreszetlen elő a routernek a konfigurációját, akkor a flashfiggel bejutatott alapkonfig fog mindig visszajönni. Ami akár még hasznos is lehet, hiszen pont ezért konfiguráljuk elő ezeket a berendezéseket. Na nézzük belülről. Bontsuk ki a vadói rúterünket, dokumentáció, dokumentáció. Nekem most tápegységre nem is lesz szükségem, mert van itt az asztalom mellett egy saját. Egyszerű 24 voltos tápot használunk ezekhez a rúterekhez. Kiváló. Na most, akár installról, akár flash figről legyen szó, a rútereknek jellemzően az egyes portját kell használnunk, ahhoz, hogy ezt a network bootot, ether boot viselkedést ki tudjuk használni, és illetve egyáltalán be tudjunk bootolni hálózatról. Úgyhogy az egyes portba fogom csatlakoztatni a saját kis kábelemet, és ott itt egy, ott tápkábel. És itt van a tápunk, de még mielőtt csatlakoztatnám, azért csak elő kell készítenünk a környezetet, nézzük meg, hogy hogy néz ki a flash fig, és egyáltalán honnan lehet beszerezni. Valamelyest változott a helyzet, hiszen a FlashFig egy ideje már külön szoftverként érhető el a Mikrotik weboldaláról. Ugye látjátok, hogy az egyszerű szoftver szekciót nézem, a jelen pillanatban épp a 7.15 egy legutolsó ö, stabil 7-es major verziói router OS, és itt az utolsó ö, szekcióban, a general szekcióban találhatok meg a FlashFiget is. Hogy alapvetően ez egy Windows-os alkalmazás, igen, lehet Vine-nal is használni, nem kell tőle megijedni te is töltjük, és rögtön megnézzük, hogy milyen további beállításokra van szükségünk. Hát letöltöttem a flashfiget, és elindítást követően be is jön a flashfig alapértelmezett kis ablaka. Mindössze három dolgot kell tennünk ahhoz, hogy a flashfiggel dolgozni tudjunk. Először is meg kell adnunk egy olyan IP címet, amelyet majd maga a router fog felvenni akkor, amikor a konfigurációs folyamat zajlik. Nyilván a számítógépünk Ethernet interfészének is ugyanebből a tartományból kell IP címe legyen. Ezt most le is ellenőrizzük, bár én már előre konfiguráltam a sajátomat. Ugye alapvetően itt van nekem egy USB-s interfészem. Ő az részletek, TCP IP, és itt látszik, hogy a 192.168.88.100-at konfiguráltam én a saját gépemre, illetve a saját interfészemre, egyszerű per 24-es maszkal, átjáró DNS konfiguráció nélkül, igazából ezek nem is érdekesek, mindössze ő, nekik egymást kell tudni IP alapon elérni, de valójában ez az Ether booting, ez áll, öm, DHCP-ből, BootP protokollból, TFTP szerverből, tehát aki csinált már hasonlót mondjuk egy Elunx-os környezetben, ő biztosan jobban ismeri ennek az anatómiáját, hogy pontosan milyen alkatrészekből, milyen egységekből épül fel, de szerencsére ezzel nem kell bajlódnunk, mert maga a flash alkalmazás egyben tartalmazza mindezt. Szóval IP címe van az interfészemnek, 88.100 per 24-es maszkal, pipa, ezzel elégedettek lehetünk és ugye ebből a tartományból az egyes IP címet fogom majd a routernek odaadni. Második tennivaló. Ki kell választanunk azt az RSC fájlt, amivel előkonfigurálni szeretnénk, vagyis hát egyfajta alapkonfigurációként szeretnénk bejuttatni a routerünkre. Ezt én már megírtam korábban, és elhelyeztem itt az asztalomon. Ő az alapkonfig.rsc nevezetű, és látjátok, különösebb, különösebb kunst nem szerepel ebben a fájlban. Egy System Identity-t fogok beállítani, flash figlabra, létrehozok egy bridge interfészt, és egyszerűen az összes Ethernet interfészét hozzáadom ennek a routernek, majd állítok jelszót az admin felhasználónak, ami majd Flashfig lesz, ez nem feltétlenül egy rossz megoldás, nem a gyártó által a címkén feltüntetett eredeti jelszót kell alkalmaznom, mert ha most itt megnézzük, akkor látszik, hogy hát igen, ezen a routeren már van alapértelmezeti elszó. Ezzel most még nem is fogunk foglalkozni, hiszen felül fogjuk majd csapni a flash figáltal injektált konfigurációval. Na de a tápon megint leesett. Szóval állítunk be admin jelszót, és akkor látjátok, hogy itt az utolsó két sor az már csak kozmetika, még egy IP címet, egy 88.1-es IP címet per 24-es maszkal fölcsapok erre a bridge-re, illetve hát logolok egyet a, a syslogba, hogy sikeres konfigurálás történt. Szóval itt a gyári állapotú routerem, ugye azt állítják, hogy a gyárból érkezett router alapból képes lesz ezt a konfigurációt fölvenni. Nézzük, hogy hogyan. Alapkonfig rendben, már csak hozzá kell csapnom a flash figemhez, igen, alapkonfig RSC, ki kell választanom, ezzel a select gombbal látszik is, hogy selected, és aktiválnom kell magát a flash alkalmazást. Innentől gyakorlatilag sorba dugdoshatom fel a routereket, és szépen meg fogja őket konfigurálni. Na nézzük az elsővel. Vagyis hát az egyetlennel. A dokumentáció szerint, amint a flash folyamat sikerül, az USR-led egy speciális szekvenciában kezd villogni, meg is történt. Mennyi volt? Körülbelül 3-4 másodperc. Kész is vagyunk. Áramtalanítom a rúteremet. Újra csatlakoztatom hozzá a tápot. Közben már inaktiválhatom a flash figemet, de valójában nincs is rá szükség, hiszen onnantól kezdve, hogy a router már egyszer flash figgel konfigurálva lett, többen nem hajlandó flash figről Ezt már külön erőltetni kell, vagy ugye le kell reszetelni a konfigurációját, de vigyázatok mert ez csak a 7.16-tól fölfelé lesz majd igaz. És akkor előveszünk egy winboxot, és megnézzük, hogy tényleg az történt-e, mint amit számítunk. Lassan feltápászkodik a routerünk, igen, meg is jelent a Neighbor Discovery-ben, és látjuk, hogy már a Neighbor Discovery-ben is tudottja magáról az eszköz, hogy ő flashfig kötőjel lab névre hallgat, ugye ez a konfigurációmból jövő alapértelmezett konfig. Látszik rajta a 88 es IP cím, illetve a, a verziója meg címe, ami most igazából nekünk irreleváns. Próbáljunk meg hozzá csatlakozni. Hopp, ugye admin felhasználó és jelszó nélkül nem fog menni, hiszen emlékeztek, az alapkonfigunkban volt egy kezdeti jelszó, ugye ez flash fig jelszóra volt módosítva, és sikeresen be is jelentkeztünk a routerünkbe. Hát ha most én egyszerűen itt fogom, és a, az aktuális konfigurációt kiexportálom, akkor látszani fog, hogy igen, létrejött a bridge az öt Ethernet interfész taggal, az IP címmel, a System Identity-vel, tehát gyakorlatilag sikeres a, a flashfig konfigurációnk. Na most ellenőrizzük le azt a viselkedést, hogyha elkezdek ezen a routeren konfigurációt változtatgatni, tehát például, hogy látványos legyen a dolog, a System identity fogom átírni arra, hogy test, és megváltoztatom a rúteremnek az IP címét, ugye ennek kapcsán nyilván le is fogunk szakadni róla, de így mégis látványos lesz majd a Neighbor Discovery-ből, hogy ténylegesen történt változás. És megváltoztatom a 88 per 24-re az IP címét. Ugye, amint az enter leütöttem, tulajdonképpen a inboxon már látszik, hogy elveszítette a kapcsolatot. Megnézzük, hogy mit mond majd a Discovery. Szóval a Neighbor Discovery-ben látszik, hogy a routerünk most már a 88-as végű címről és test identity-vel érhető el. Jelentkezzünk be újra. És állítsuk vissza a konfigurációt a gyári, gyári állapotra, ugye gyakorlatilag arra az állapotra, amit mi a flashfiggel injektáltunk a routerünkbe. Öhm. Nem kérek erről az állapotról mentést, egyedül ezt jelölöm be a Reset configuration ugye ilyen ebben az esetben azt várjuk, hogy a gyári alapértelmezett konfiguráció visszajöjjön. Nézzük meg, hogy így, hogy a flashfiggel egy picit fölhorzsoltuk a lelkét a gyermekünknek, mi történik. Meg is jött a rúterünk a Discovery-be. Meglepő módon jelenleg IP cím nélkül, illetve a MikroTik Identity-vel láthatjuk, viszont hamarosan betöltődik majd a Flashfig által injektált konfiguráció és meg is történt. Tehát látjátok, 88.1-es már az IP címe, illetve Flashfig Lab lett újra az Identity. Nézzük, hogy ténylegesen az van-e benne, mint amire számítunk. Egyszerűen kiadok egy export parancsot. És látszik, igen, megvan a bridge az öntör a Ethernet interfészsel, IP címmel, és a System Identity-vel. Illetve, ami még érdekes, hogy a log értesít minket arról, hogy igen, customized default configuration került betöltésre, tehát ez nem a gyári-gyári alapkonfiguráció. A gyári-gyári alapkonfiguráció visszaállításának a lehetőségéről pedig a netinstallos részben találtok információt. Ez volt a Flashfig. Jó játékot és jó konfigurálást. Sziasztok!